Sziasztok, Jani vagyok, és a mai nap a Tropikáriumnak egy új lakójával, a Rúrúlal ismerkedhetünk meg. Ebből nemrég érkezett egy tojó példánya az öreg kakasunk mellé. Ezek a kis madárkák, akiket itt láthatunk, őket Rúrúlnak, vagy más néven Csokrosfürdnek szokták nevezni. Most az egyik kedvenc elemozsiákkal próbálom egy kicsit közelebb csalogatni őket, az még pedig a dió. Ezen kívül nagyon szeretik a különböző rovarokat, gyümölcsöket is. Borneo, Szumátra és Malajzia területén fordulnak elő, általában ugye az esőerdők hajzatán keresgélnek élelem után. Gyakran előfordul, hogy nagyobb testű állatokat is követnek, és hogy az állatok feltúrt talajból szedik össze a rovarokat vagy a gyümölcsöket, amiket azok megkezdtek, abból utána vidáman tudnak csipegetni. Itt a zöld színű atyúk és a nagy bóbitával rendelkező sötétebb kékes-fekete jószág, az pedig a kakas. A kakas az már nálunk egy igazi matuzsálemnek számít, mivel ő már egy körülbelül 11 éves állatról van szó. A tojó az viszont még csak most érkezett hozzánk a Kereki Madárparkból az utóbbi időben, de már is elkezdtek fészket rakni, úgyhogy reméljük hamarosan majd csibékkel is megörvendeztetnek minket. Ami jó pofa bennük, hogy gyakran ugye a kakas ilyenkor elteti a tyúkot, ezt most is láthatjuk ugye a csőréből a finom falatokkal, így próbál kedveskedni neki. Emellett gyakran a farkát jobbra-balra sebesen mozgatva szokta közelebb csalni őt, meg ezzel jelzi, hogy talált valami érdekességet számára, ugyanezt szokták alkalmazni akkor is, mikor a csibéket vezetik. Köszönöm szépen a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is!